Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Nyomozást indít az ügyészség a Karmelita kolostornál történtek miatt. A budapesti rendőrfőkapitányság arról ír, hogy a Karmelita kolostor előtti tüntetés be nem jelentett demonstráció volt, és ezzel a tüntetők jogsértést követtek el akkor, amikor a többszöri felszólítás ellenére sem távolodtak el a rendőrsorfaltól. Agresszívá váltak és rendőrökre támadtak. A telefonnál Hegyi Szabolcs, a TASZ gyülekezési jogi szakértője. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye ebben a közleményben, amit itt az előbb mi is idéztünk, ugye az is szerepel, hogy a könnygáz használata előtt a rendőrök többször felszólították, a be nem jelentett gyűlés agresszív részvevőit, egész konkrétan így fogalmaztak, hogy lépjenek hátrébb, és mivel ugye ezt nem tették meg, ezért kellett végül is a könnygázt használni. Azért hoztam ezt, mert ugye most erről folyik a vita, hogy mennyire volt jogszerű a könnygáznak a használata, vagy mennyire volt jogszerűtlen. Ön hogy látja? Igen, akkor haladjunk lépésekben. Igen. Kezdjük onnan, hogy a tüntetésnek a Karmelita előtti része valóban egy nem bejelentett demonstráció volt. Az azt jelenti, hogy akinek be kellett volna jelenteni, a szervezője, annak szabálysértési felelősséget kell ezért vállalni, ahogy nem jelentette be. Önmagában azonban az, hogy nincs bejelentve, az nem teszi jogszerűtlenné a rendezvényt. Addig, amíg ez békés, addig ugyanolyan alkotmányos védelem illeti meg, mint hogyha be lett volna jelentve, és ez a tüntetés egy jó darabig békés volt, egészen addig a pontig, amíg a tüntetők... Bocsánat, hogy a szavába vágok, csak valahogy tegyem el meg, hogy pozíciót vált, mert nagyon-nagyon rosszul lehet hallani, picit recsekcsörög. Ja, bocsánat, most esetleg... Köszönöm szépen, jobb lesz, köszönöm szépen. Oké, szóval, hogy nem bejelentett gyűléseket ugyanolyan alkotmányos. Na most viszont el is ment, most viszont nem is lehet egyáltalán önt hallani. Remélem, hogy tud esetleg pozíciót váltani, vagy megpróbáljuk újra hívni, mert most nem lehet hallani. Most hallanak? Igen, most hallom, köszönöm szépen. Jó, maradjon jó ebbe a pozícióba, jó, és jó. Ne mozduljon. Okay. Szóval a nem bejelentett gyűléseket ugyanolyan alkotmányos védelem illeti meg, mint a bejelentett gyűléseket, amíg azok békések. És a szerdai demonstráció egészen addig békés maradt, amíg a tüntetők el nem kezdték ledönteni a kordonokat. Attól, hogy esetleg indulatosan skandálnak, hogy esetleg obszén jelszavakat skandálnak, attól még békés marad. Ebben teljesen téved a rendőrség, hogy a bejelentés hiánya az jogszerűtlenné teszi. Na most, hogyha a kordont elkezdik ledönteni, meg a kerítést rugdosni, ott már természetesen felmerülhet az, hogy hát ez nyilván nem jogszerű, nincsen senkinek sem joga arra, hogy kerítéseket rugdosson, de fontos itt is hangsúlyozni a rendőrség közleményével szemben, hogy a tüntetők nem a rendőrökre támadtak. Nincs arra adat, sem felvétel a szerdai tüntetésről, sem pedig a rendőrségnek olyan eljárása folyamatban, ami arról szólna, hogy a tüntetők rendőröket támadtak meg. Ezt onnan tudom, hogy a szerdán előállított személyeket aznap éjjel a TASZ ügyvédje segítette a rendőrségem, és bár arról volt szó, hogy hivatalos személy elleni erőszakkal fogják őket meggyanúsítani, 5-ből 2 embert egyáltalán semmivel nem gyanúsítottak meg, és 3-at sem hivatalos személy elleni erőszakkal, hanem maszkviselési szabályoknak a megsértésével. Tehát itt sokkal csak ilyen súlyú bűncselekmény. Igen, ugye önök kiadtak egy közleményt ugye ezzel kapcsolatban, és ugye azt írták ebben, hogy az igazán súlyos erőszakot nem a tüntetők, hanem a rendőrök követték el, akik kiskorúak ellen aránytalanul és indokolatlanul vetettek be könnygázt egy olyan tüntetésen, ami egy több mint egy éve tartó békés, és a kormány által eddig teljességes semmibe vett tiltakozás sorozat következik. Állomása volt. Itt hagyj kérdezek már ezekre a kifejezésekre, ugye az, hogy súlyos erőszakot követtek el a rendőrök. Ez mit jelent pontosan, és ez mennyire törvény ellenes, akkor inkább így kérdezem. Igen, itt is onnan indulnék ki, hogy a tüntetők a kordonnal szemben alkalmaztak erőszakot, tehát feldöntötték, rugdosták, ütötték. Ja, és ez más, mint hogyha a rendőrökkel szemben alkalmaztak volna erőszakot, tehát természetesen más. Nem akarom azt állítani, hogy ez jogszerű lett volna, de teljesen más, mint az, amikor személyen alkalmaz valaki erőszakot, és teljesen más, mint amikor valaki a rendőrre támad. Megint hangsúlyozom, hogy nem volt ilyen, hogy rendőrre támad volna ott bárki,
És itt kezdődik az, hogy a rendőri fellépés aránytalanná válik. A rendőrnek az intézkedését, az eszközt úgy kell megválasztani, hogy az arányos legyen az elérendő célhoz képest, és amiatt ítéljük súlyosnak az erőszakot, amit a rendőrök alkalmaztak, hogy jóval enyhébb eszközökkel, például testi erő alkalmazásával is meg tudták volna akadályozni, hogy a tüntetők benyomuljanak a Színház utcába, a Karmelita elé. Ehhez képest igaz ugyan, hogy felszólítás után, de nagyon hamar, és anélkül, hogy enyhébb eszközökkel próbálkoztak volna, könnygázt fújtak, sok könnygázt fújtak, közelről fejre fújták a könnygázt, gumigotot alkalmaztak, és még egy dolog, hogy hát nem egy vérszomjas tömegről beszélünk, hanem itt jön az, hogy hát diákok és tanárok, akikkel szemben készenléti rendőrök álltak. Én azt gondolom, hogy voltak ott elegen, hogy könnygáz alkalmazása nélkül is meg tudják akadályozni azt, hogy a Karmelita épületéhez odaérjenek a tüntetők. Egyébként, ha már a diákokat emlegette, annak van jelentőség ebből az egész szempontból, hogy kiskorúak, ugye, mert ebben a közleményben is kihangsúlyozták azt, hogy kiskorúak ellen követték el ezt a... Igen, természetesen van jelentősége, egyrészt az előbb említett arányosság szempontjából. Az arányosság azt jelenti, hogy mindig a helyzet körülményeihez kell igazítani a választott eszközöket. Másrészt pedig van egy általános mindenféle állami cselekvésre vonatkozó követelmény, az, hogy a kiskorúaknak, a gyerekeknek az érdeke, az mindenek fölött való. Azt mindig figyelembe kell venni, hogy az ő érdekeiknek érvényre kell jutnia. Ez a jelen esetben azt jelenti, hogy még inkább oda kell figyelni arra, hogy ha már fel kell lépni velük szemben, nem akarom tagadni, hogy ennek meg volt az indoka, de ha már fel kell lépni velük szemben, akkor a lehető legenyhébb eszközt kell alkalmazni a cél elérése érdekében. Mm. És ez nem történt meg. Igen, akkor egy pillanatra beszéljünk már még a Tompos Márton esetéről is, ugye Momentum országgyűlési képviselőre van szó, ugye ön is említette, hogy mi történt vele, ugye berángatták a kerítés mögé, ugye aztán meg is jelent egy fotó ezzel kapcsolatban, hogy összekötözték a kezét, aztán ugye ő panaszt is tett egyébként a rendőri intézkedések ellen, vagy intézkedés ellen. Itt mi a jogi procedúra ezzel kapcsolatban? Ő mennyiben kell, hogy mondjuk más megítélés alá essen, mint mondjuk egy, tehát aki nem országgyűlési képviselő, vagy nincs ilyen pozíciója? Hát csak annyiban esik más megítélés alá, hogy ugye itt a képviselői státuszánál fogva megilleti az úgynevezett mentelmi jog, ami azt jelenti, hogy a tettenérés esetét kivéve nem lehet vele kényszerintézkedéseket alkalmazni, de egyébként a cselekményeinek a megítélése az ugyanolyan mérték hatálya alá esik, mint bárki másé. És ugye itt ugye arról volt szó, hogy hát amit állítanak róla a rendőrök, azt ott a rendőrök szemellátára hajtotta végre. Tehát mondhatni, a tettenérés esete az fennáll ahhoz, hogy intézkedjenek vele szemben a rendőrök. Árulkodunk egyébként, hogy őt sem gyanúsították meg semmivel. Tehát, hogy bevitték, nyilván azért vitték be, mert azt gondolták, hogy azt állították, hogy valami súlyos dolgot elkövetett, de hogyha ez így lett volna, hogyha ezt a rendőrség alá tudja támasztani, akkor meg kellett volna gyanúsítani a bűncselekmény elkövetésével. Hát mindenképpen tanúságos az eset, azt hiszem, hogy lesz miről még beszélni, meg a tanúságokat levonni ebből az esetből is. Köszönöm szépen ezzel kapcsolatban Hegyi Szabolcsnak, a TASZ gyülekezési jogi szakértőjének. Viszont hallásra.